homokda egy nagyon pici kuckó, ahova gyerek, felnőtt szabadon betérhet, hogyha nyitva van az ajtó, illetve akkor is meg lehet látogatni ezt a helyet, hogyha valami gondja van egy gyermeknek vagy felnőttnek, és szeretné itt ebben a mackos közegben ezt megoldani gyógyító beszélgetésekkel, vagy csak egyszerűen itt akar lenni csöndben, vagy éppenséggel beszélgetve, macit varva, saját maci szokott itt készülni. Ez egy bemutató terem igazából annak a sokrétű tevékenységnek, amit folytatok én, mint Brummogda, ez egy icipici vállalkozás. Ezt azért mondom így, mert Rekettye Gábor professzor úr is beletett a tankönyvébe, és azt gondolom, hogy azért, mert nagyon kevés ilyen icipici fennmaradni tudó vállalkozás van, mint ez. Azt tanácsolnám, hogy ha valaki megkérdezné tőlem, hogy hogyan kezdjen bele valamilyen vállalkozásba, akkor azt mondanám, hogy hát jól nézen körül az ügyben, hogy a hely kiválasztása nagyon fontos, hogy hol van az a hely, ahol tevékenykedik. A másik az, hogy hát, hogyha lehetséges, akkor ez egy olcsó bérlemény legyen. Az fontos, mert a legnagyobb költséget ez jelenti. Ami a legfontosabb az, hogy szeresse azt, amit csinál. Feltételezem, hogy szereti, tehát ne egy kényszervállalkozás legyen, ne valami legyen, ami majdnem mindegy, hogy mi csak valami legyen, hanem legyen tényleg valami olyan komoly dolog az ő életében, amire már nagyon vágyott, merjen nagyot vágyni vagy álmodni. Én ebben hiszek, hogy ez nem csak motiváló tényezők ezek, hanem ez a kulcsa. Hogyha hezitálnának nőtársaim itt ezen a vidéken, akkor azt tudnám nekik üzenni. Ez egy olyan régió, meg olyan vidék, ami hát fantasztikus rezgéseket hordoz azáltal, hogy itt a kultúrának olyan rétegeit és szó szerint vett rétegeit lehet megtalálni, hogyha ugye elkezdünk leásni, akkor tudjuk, hogy több emelet fantasztikus emlék tárul a szemünk elé, hogy hát ezért érdemes például itt maradni, vagy azért is, mert csodálatos a táj, nagyon nagyszerű helyek vannak, ahova érdemes akár csak rövidebb sétát, rövidebb kirándulást, egy-két napos, esetleg akár egy hetes pihenő időt is érdemes eltölteni. Én nem nagyon tudom elképzelni azt például magamról, és ezt üzenem nekik, hogy ők is maradjanak itt, hogy elmennék. Pedig éltem külföldön éveket, és mégis nem úgy vágytam vissza, hogy fájdalmas volt, hogy nem vagyok éppen itthon, hanem egészen biztosan úgy voltam távol, hogy tudtam, hogy mindazt, amit ott megtapasztalok, ide fogom hazahozni, és itt fogom majd valahogyan szétosztani valamilyen formában, és ezt meg is találtam itt a Brummogdában.